kettő szövetségnek is megértem a világbajnokságát. Minden második lánynak hormonális zavarja van. A stressz mindenre is befolyással van. Mindenkinek kötelező vitaminokat szedni. Uh-huh. Én a természetes megoldások híve vagyok. Tényleg ezt mondanám, hogy a kaja, a sport, a vitaminok és az alvásmenedzsment, stresszmenedzsmenttel karöltve. A versenyzés az a menstruáció hiányával jár. A pajzsmirigy alulműködésből ki lehet gyógyulni. Van a pszichológiai inzulin rezisztencia. Az összes versenyzőnél ez van. Hello. Sziasztok, én Odett vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. A mai a 20. epizódja a Fitkes Podcastnek, ahol nem más a vendégem, mint dr. Kálmán Csilla. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Hát köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és eljöttél csak miattam ide Budapestre, a nagy Budapestre. És mesélj nekünk, kérlek, egy picit magadról, hogy megismerjenek a kedves hallgatók is. Én jelenleg Győrben élek, és személyedzőként dolgozom, illetve táplálkozási tanácsadóként, leginkább, mert egyébként az a profilom, a táplálkozás tanácsadás, de ilyen hormonális témákban, de erről majd úgyis fogunk beszélni. Mindemellett versenyfelkészítő edzőként dolgozom, a Lepli Teamnek vagyok a versenyfelkészítő edzője, ugye a győri szekciónak, illetve amit még tudni kell rólam, hogy így sokan meg szoktak lepődni, de hogy ugye a sportban helyezkedtem el, de egyébként én angoltanár vagyok, nyelvész vagyok, illetve jogász vagyok, úgyhogy ilyen nagyon komplex a profil, úgyhogy sokan meglepődnek, hogy miért így a sporttal foglalkozom. Igen, na hát erre is majd mindjárt kitérünk, és a mai fő témáinkat azért vázolnám, hogy tudják a hallgatók is, hogy miről lesz ma szó. Az első a hormonális problémáknak a kezelése, és azoknak a kialakulása, hogy mitől lehet ez, aztán a pajzsmirigy problémák kezelése és megoldása, majd pedig a versenyzés, a testépítés okozta hormonális és menstruációs problémák kialakulása és kezelése lesz a mai témánk. Na de mesélj először, kezdjük úgy, hogy honnan jött neked ez a testépítés világa az életedbe, maga a sport, és innen hogyan mentél át a hormonális részre? Én egyébként Szlovákiában nőttem fel, pontosabban Felvidéken, és 8 éves koromtól 18 éves koromig táncoltam versenyszerűen, ilyen helyi táncsoportban, hip-hop táncot. Jó, te is táncoltál, ugye? Csak más stílus. Igen, én latinoztam, de a hip-hop nekem óriási bakancslista. Igen. Na, úgyhogy táncoltam sokáig, és 18 évesen felkerültem Budapestre egyetemre, és akkor így nagyon hiányzott a sport, hogy akkor abba kellett hagynom a táncot, és akkor jó, hogy akkor elmegyek konditerembe, de hát a gépeket baromira nem értettem. Úgyhogy mondom, akkor maradnak az aerobik órák, elkezdtem aerobikozni, nagyon-nagyon megszerettem, és olyan konditerembe jártam, ahol így az aerobik óránál mindig nyitva volt az ajtó, és akkor így be lehetett látni a konditerembe, ami ott volt ugye mellettük. És mindig láttam, hogy gyúrnak, meg edzenek, és mondom, ez valahogy ki kell próbálni, és akkor nyilván először mentem a terembe, azt se tudtam, mi fánterem, csak futópadoztam. Azt összeismerkedtem emberekkel, és akkor így ugye megmutatták a dolgokat. Majd Győrbe felkerestem egy edzőt, és ővel kezdtem el együtt dolgozni, de ő is csak így az alapokat tanított eleinte meg, és igazából úgy voltam vele, hogy így nagyon maximalista vagyok, ugyanúgy, mint te, és ha valamibe belevágok, akkor azt így szeretem tényleg a mindent is kihozni belőle. Ezért úgy voltam vele, hogy akkor csináljunk valami komolyat, és képzeld el, hogy a futópadon álltam ott Győrben, és megjelent egy lány, így nagyon-nagyon szuper formában volt, tehát versenyformában, és ott fotózták előttem. És így néztem, mondom, úristen, ki az a lány, hogy ugyanígy akarok kinézni, oda mentem a recepcióra, megkérdezem, hogy ki ez a lány, és mondják, hogy Salamondia. Mondom, ú, tudod, bekövettem. Ú, meg a hideg is kirázott. Bekövettem, néztem, és képzeld el, hogy ugyanaz az edzőz jártunk Győrbe, és az edző szerakott minket edzeni Diával, és onnantól kezdve, attól a pillanattól kezdve, hogy legjobb barátnők vagyunk a mai napig. És nekem akkor úgy volt, hogy én is ugyanígy versenyezni akarok, mint a díj, és akkor igazából ennek a hatására kezdtem el a versenyfelkészülést, illetve magát a versenyzést. Már akkor 18 évesen vagy nem, később? Jaj, ez már egy kicsit odébb volt. 24 évesen, én 2014-ben kezdtem el versenyezni, akkor volt az első szezonom. És akkor megkérdeztem, hogy most mennyi idős vagy? Egyébként 35, úristen. Jaj, úristen, borzasztó, igen. Igen, 35 vagyok, úgyhogy akkor volt az első szezonom 2014-ben, és 2016 év végéig versenyeztem, de akkor így folyamatosan zsinórba, mert életem első verseny az így Szerbiában volt, ilyen kis nemzetközi verseny, ugye akkoriban teljesen más volt a versenyzés, mint most. Más szövetségek, más követelmények, nem volt az, hogy mindenki is versenyezni akar, és azt az életem első versenyét így pár hónapos konkrétan
nem akarok neked hazudni, de ilyen másfél-kettő hónapos készüléssel megnyertem. Mondom, wow! És akkor tudod, így volt, akkor jó, akkor innentől kezdve megyek még minden verseny, és mindent is meg akarok nyerni, hát ez nem így történt. Jöttem a magyarországi versenyekre, és akkor mindig így dobogó, harmadik, negyedik, ötödik, és ugye hát ez nem elégettem meg. Persze. És akkor mentem, utána ugye, ahogyan elkezdtem így minőségileg fejlődni, akkor jöttek a nemzetközi versenyek és a külföldi versenyek, és én már akkor mondtam, hogy addig megyek, amíg világbajnokságot nem fogok nyerni, és akkor ez 2016-ban sikerült. Kettő szövetségnek is megnyertem a világbajnokságát, az NAC szövetségnek Németországban, az itt ilyen nagyon kis izmos lányok voltak akkoriban, illetve a VBPF, ugye ma már HBPF szövetségnek a tájföldi világbajnokságát nyertem meg sportmodell kategóriában, úgyhogy igazából én voltam a világ első sportmodell, pontosabban a VBPF szövetség első sportmodell világbajnoka, és Magyarország első sportmodell világbajnoka, úgyhogy addig senkinek nem sikerült ezt így megcsinálni, úgyhogy igen, köszönöm szépen. Hát úgyhogy ez így. Semmi. Durva. És akkor mennyi ideig versenyeztél? Mikor hagytad ezt abba? 2016-ban a világbajnoksággal én úgy befejeztem, akkor mondtam, hogy nekem ez így elég volt. Hát úgy voltam vele, hogy ezt szerettem volna elérni, és akkor ebből az egészből táplálkozni, és tapasztalatot szerezni még jobban, és átadni a tudásomat. Uh-huh. Úgyhogy nekem az volt az utolsó. És milyen tapasztalataid voltak? Hogy élted meg a versenyzést így utólag visszatekintve? Nekem nagyon szenvedő. Mert a versenyeket imádom, azt ki nem imádja, az a hangulat, az teljesen magával visz. De a felkészülés nekem nagyon szenvedős volt, mindig nagyon szenvedős volt. Ismerem. Ugye ma már teljesen más diétákat alkalmaznak az edzők. Lazábbak, flexibilis diéta, mindent is lehet enni, úgyhogy szerintem igen, de ez is edző válogatja. Igen. Edzője válogatja, de szerintem most már sokkal más, teljesen más módszerekkel készülnek. Akkoriban, amikor én versenyeztem, akkor úgy volt, hogy végig szinte nulla szénhidrátom voltam, hétvégente volt az, hogy mit egyél meg egy zacskó rizst, és akkor az elejétől kezdve nulla só, csirke, natur, csirke, vagy hal, natur, zöld színű zöldség, és akkor az így ment 12-16 héten keresztül eleinte, ugye. Ez volt a régi iskola. Nagyon kemény, és aztán, amikor megismerkedtem az akkori párommal, ő átvett így az edzőmtől, és akkor azt mondtam, na jó, majd csináljuk együtt. Ő volt az egyébként, aki segített nekem abban, hogy világbajnoki címet szerezzek, mert akkor már ő irányította a felkészülésemet, akkor egy picit lazítottunk a dolgokon mi is, de még akkor is nagyon-nagyon kemény volt, úgyhogy én szenvedősen éltem meg. Nagyon szenvedősen. Hát szóval, amit most csinálnak a lányok, akik tényleg ilyen amatőr betolják, nem olyan szinten gondolok, mint te, mert az már teljesen más szint szerintem, ahol te vagy. De sajnos de... mindig amatőr. Szerintem ez nem sokáig lesz így. Úgyhogy ez így szerintem nagyon laza. Uh-huh. Hát igen, amúgy én is nagyon szenvedősen élem meg, szóval van, aki amúgy tök könnyűnek éli meg, meg olyan gyors igen. valakinek az anyagcseréje, hogy igen. neki nem kell annyira lecsökkenteni például a kalóriát, és ez mindenkinek szervezetenként változik, bizony. És mindenkinek teljesen más válik be, és ugyanígy a hormonrendszert is másképp viseli meg szerintem így van, egy-egy versenyszezon neked. Milyen tapasztalatod van ebben? Hogy élted meg? Én nagyon szerencsések közé tartozok, mert semmi az égvilágon nem történt velem. Nem mondod. Semmi. A menstruáció nyilván ez nem titok, hogyha valaki versenyez, és jó a diétája, akkor a menstruáció el fog menni a lányoknál. Szóval akkor látod, hogy jó a felkészülésed, ha már nem menstruálsz. A végén. Sajnos, igen. Így van a végén. És ugye nyilván nekem is elment a menstruációm, de amint vége lett a versenyszezonnak, is elkezdtem tudatosan enni, visszavezetni a dolgokat, nekem azonnal megjött, soha nem volt kimaradás, úgyhogy... pajzsmirigyemmel sem volt probléma, úgyhogy én tényleg így nagyon kevesek közé tartozom szerintem, akikkel semmi az égvilágon nem igen, történt. Igen, azért ez ritka, mert én amúgy pont azt gondoltam, hogy te azért kezdtél el ezzel foglalkozni, nem. mert hogy volt ilyen negatív tapasztalatod. Akkor mi volt az oka, hogy végül erre sodorta? Akkoriban, ugye ez 2017-18 környéke, akkoriban nyílt Győrben sőt, 2016-ban nyílt Győrben a Kátler, és akkor ott elkezdtem személyedzőként dolgozni, akkor kezdődött a személyedzői karrierem, és úgy voltam, hogy ki akartam tűnni az edzők közül, és mondom, akkor foglalkozunk a táplálkozással, elvégeztem különféle képzéseket, de azok csak ilyen 2-3 napos semmi képzések voltak, és éreztem, hogy kevés, és egészen ilyen 2020-ig tartott ez, hogy kerestem, hogy akkor merre, hogyan legyek több, mint a többi tanácsadó, és akkor rátaláltam a táplálkozás beállításnak a képzésére, ezt elvégeztem, de ez egy ilyen nagyon komoly, tudományos alapú táplálkozás képzés, szóval, hogy felvételizni kell, nem úgy van, hogy befizeted a pénzt és mész, és akkor nekem ott jöttek meg az alapok, és pont ez volt a motiváció, hogy több akartam lenni, mint a többiek.
És onnantól kezdve én nagyon sok képzést elvégeztem, színlabnak a labortdiagnosztika képzését, dr. Csomai Zitának rengeteg képzését, amik így a hormonokkal kapcsolatosak, illetve jelenleg is járok Londonba egy egyetemre, nem ahova mondom. Most kell leadnom a szakdolgozatomat novemberig, úgyhogy az is ilyen táplálkozástudománnyal kapcsolatos képzés, úgyhogy így, ez volt a motiváció, több akartam lenni, mint a többiek. Jól hangzik. Versenyzőkkel és hobbi sportolókkal is foglalkozol, vagy csak versenyzőkkel? Nem, szóval a versenyző lányaimnak az étrendjét nem én írom, nekünk van sportdietetikusunk, ő írja a lányunknak a versenydiétáját, én semmi versenydiétát nem írok, én normál embereknek írom, illetve hormonális problémás embereknek, meg olyanoknak, akiknek csak tényleg szeretnének lefogyni, és nincs hormonális problémájuk, úgyhogy én velük foglalkozom. Na és akkor vágjunk is bele ebbe a témába, hogy mitől alakulhat ki hormonális probléma? Sajnos az az igazság, hogy minden második lánynak, aki engem megkeres, hormonális zavarja van, és nagyon sokan nem is tudnak róla, megkeresnek, látom a testalkatukat, elmondják a panaszaikat, a tüneteiket, és azonnal mondom, hogy akkor ilyen laborra menj, olyan laborra menj, milyen, és általában... Mik a legjellemzőbb tünetei? A legjellemzőbb tünetek fáradékonyak, motiválatlanak, nem ivát csökken, ugye a libidó csökken, hízékonyak, diétáznak, nem megy le a súly, székrekedés, emésztőrendszeri problémák. Szóval általában ezek szoktak így leginkább lenni. Meg az, hogy tényleg azt nem tudnak fogyni. Nagyon sok olyan lányom van, aki megkeres, megnézem annak a kajanaplóját, tök normálisan eszik, persze lehet, hogy a csomó mindent nem ír le, de alapjában egészségesen eszik, sportol, és sehogy nem néz ki. Szóval, hogy túlsúlyos. És ezek. És akkor mindig mondom, jó, akkor nézzünk egy komplex pajzsmirigypanelt, nézzünk egy 3 pontos cukorterheléses vizsgálatot, és ezek az alapok. És azt kell mondani, hogy aki van túlsúly, ott szinte biztos, hogy van hormonális elmozdulás, nem is kérdés. És hogyan tudsz te ezen segíteni? Mik lehetnek a megoldások? Nagyon komplexek a megoldások. Ugye én étkezési terveket készítek, és nálam egy étkezési terv az teljesen személyre szabott, és nagyjából ilyen 40-60 oldalt vesz igénybe. Szóval ilyen hosszan tudnám kifejteni. És kedves. Igen, de maga az alapelvek, ugye... Most beszéljünk például a pajzsmirigy alulműködésről, mert ugye az egy nagyon gyakori probléma. Tényleg az, hogy étkezésben helyre rakjuk az étkezést, kivesszük a glutént. Szóval az, hogy a glutént kiiktassuk olyanoknál, akiknek pajzsmirigy alulműködése vagy pajzsmirigy gyulladása van, az az elsődleges és lehető legfontosabb. Illetve az állateredeti tejtermékeknek a kiiktatása. Ezzel is sokan szoktak nézni, hogy miért kell kivenni, de ki kell venni, szóval ez egy alapvető dolog, illetve például vannak pajzsmirigy alulműködésnél a goitrogén élelmiszerek, ami azt jelenti, hogy ezek az élelmiszerek, ezek lokálisan beavatkoznak a pajzsmirigynek a működésébe, a pajzsmirigy jót felvételébe. Ez alatt értem például a brokkolit, ugye a keresztes virágokat, karfiol, kelkáposzta, stb. Illetve ide tartozik például a mogyoróvaj, a sárga barack, az eper, a kukorica, a szója, szóval egy csomó dolgot fel tudnék sorolni, és ezek a goitrogén élelmiszerek ugye blokkolják a pajzsmirigy működését. Ezt ki kell iktatni a pajzsmirigyes emberkéktől. A keresztes virágúaknál azért megjegyezném itt zárójelbe, hogy ezek csak több kilós mennyiségben fognak problémát jelenteni, úgyhogy most itt akinek pajzsmirigy problémája van, nem kell azonnal rögtön abba hagyni a brokkoli evést, hanem ezek több kilós mennyiségben fognak problémát okozni, szóval az nyugodtan lehet enni, pláne úgy, hogy megfőzi az ember. Úgyhogy ilyen alapvető dolgok vannak. Mert az a van, hogyha nyersen eszi. Így van, például, ha nyersen eszi, illetve tényleg több kilós mennyiségről beszélünk. Jó, szóval, hogy megfőzve, alaposan megfőzve, ilyen kis mennyiségben sem problémát nem fog okozni. És még mielőtt így a megoldásokról részletesebben beszélünk, egyáltalán mitől alakulhat ki hormonális probléma, hormonális zavar? Most, hogyha a pajzsmirigynél maradunk, akkor nagyon sok kiváltó oka lehet. Sokaknál például a szülés. Soknál a szülés az, ami kiváltja. Akkor például gyenge gyomorfunkciók, ételintoleranciák, különféle vírusok, baktériális maga az ételintolerancia kiváltja a pajzsmirigy alulműködést. Kiválthatja, így van, így van. Az egyik kiváltó oka az ételintoleranciák, illetve maga a gyenge gyomorfunkciók. Szóval az van a szervezetben, hogyha egy valami bedől, akkor az sajnos, mint a dominó, mindent visz magával. Akinél beborul a pajzsmirigy, általában jön az inzulin rezisztencia. Vagy mondok még egy példát, akinél bélproblémák vannak, gyenge gyomorfunkció, ételintoleranciák, általában az csatlakozik az endometriózis nevű hormonális problémához, úgyhogy ezek itt tényleg kéz a kézben járnak. Szóval az endometriózis az a nőket érintő hormonális probléma, aminek az okát a mai napig nem tudjuk, és igazából arról van szó, hogy a méhnyálkahártya szigetek kitapadnak a hasüregben különböző területeken, és ezek a hormonális változásokra
reagálnak. És hogyha a nő elkezd menstruálni, akkor ezek olyan brutális fájdalmakat okoznak, hogy a nő általában nem bír kikelni az ágyból, hány ingere van, migréne van, úgyhogy igazából ennyi az endometriózis. De nagyon komoly betegség is, és nagyon sokakat érint. Sokan azt gondolják, hogy a fájdalmas menstruáció normális, pedig ez baromira nincs így. Úgyhogy igen. Jól hangzik. Hú, nagyon jó amúgy, hogy ennyi mindent tudsz, és érzem, hogy csak így dől és ömlik igen. rám a tudás, igen. Szóval én csak itt kamillázok, szóval nem is nagyon tudok ehhez mit hozzáfűzni, mert tényleg azért szerintem manapság nagyon, nagyon sokan küzdenek ilyen és ehhez hasonló hormonális problémákkal, viszont mégis nagyon kevesen beszélnek róla egyrészt, és nagyon kevés is a jó és hiteles információ szerintem ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezért is nagyon fontos szerintem, hogy erről beszéljünk, és tök jó, hogy eljöttél. És akkor mi lehet szerinted a megoldás? Hogyan lehet kezelni ezeket? Ugye mondtad, hogy a glutént ki kell iktatni, a keresztes virágúakat, és mik lehetnek még, amiket, ja meg az állati eredetű tejtermékek, igen. És akkor mi az, amit még otthon az ember tud tenni, ami nem gyógyszeres? Ami nem gyógyszeres. Kezelés. Ugye nagyon fontos, hogy megfelelő vitamin és ásványanyag ellátottsága legyen az embernek, szóval ez is kulcsfontosság az összes hormonális problémánál, és nagyon sok embertől azt hallom, hogy nem kell vitaminokat szedni, de láttam a videódat, kell vitaminokat. Én is pont tegnap futottam bele egy ilyen videóba, hogy nem azt hallott, hogy... Hú, ja, és tehát, neki vagyok tőlük, nem hogy mond. Nem kell egyáltalán vitamint persze. szedni. Persze, hagyjuk. Tényleg? Az baj, tudod, hogy a mai élelmiszerekben nincsenek benne a vitaminok, szóval megeszel egy akármi gyümölcsöt, nem fogsz vitamint bevinni a szervezetben, a minimálisat. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Meg tudod, amikor azt hallom az emberektől, hogy nem akarnak B-vitamint szedni, mert elhíznak tőle. Atyavilág, úristen, falra mászok tőle, komolyan. A vitaminokat minden... De a kajától nem. Ja, kajától nem. Csak a B-tól. Persze, a vitaminoktól. Minden embernek, aki él és mozog, legyen az csecsemő, kisbaba, 80 éves, mindenkinek kötelező vitaminokat szedni. Nagyon sok betegség, hormonális probléma a vitaminhiányból alakul ki. Például az endometriózissal küzdő hölgyek bizonyítottan D-vitamin hiányosak. A pajzsmirigyeseknél fixen van D-vitamin hiány. Szóval ezek annyira kéz a kézben járnak, és nagyon fontos, hogy vitaminokat szedjen az ember, és ugye, hogy most milyen vitaminokról is beszélünk, ez is nagyon fontos téma. Mindenkinek kell egy jó minőségű, jól hasznosuló multivitamin. Ez a kulcs, ez a legfontosabb. De nem ilyen kis gagyi cégektől vásárolt, meg DM-be vásárolt 3000 forintos multikról beszélek, hanem... A Gál multi, nekem. Multi. Ennyi. Pont. Illetve még van a VTN multi. Ennyi. Nincs több. Szóval hiába keres az ember, nincs több Magyarországon. Ennyi. Pont. Igen, ez a pénzkidobás, a pénz. Fölösleges. Nem hasznosul. Ez mellé kell egy jól hasznosuló magnézium. Magnéziumból nagyon olcsó és nagyon gagyi formákat találni, a legolcsóbb és legrosszabbul hasznosuló ugye az a magnéziumoxid. A legtöbb magnéziumban, amit leveszel a bolt vagy a patika polcáról, megnézed, magnéziumoxid van benne, mert az a legköltséghatékonyabb, legolcsóbb a gyártónak. Szóval a jól hasznosuló magnézium, az például magnézium bizglicinát, magnézium laktát, úgyhogy igazából igen, ennyi. Viszont itt én valami olyasmit hallottam, hogy a bizglicinától picit fáradékonyabb, vagy lenyugtat, de van egy másik fajtája, ami meg nem. Nincs ilyen? Nincs ilyen. Akkor ez téves info nem, volt. Nem, ez szerintem egy picit lehet, hogy rosszul hallottad, vagy aha, téves info, vagy igen. Nem tudom, de ott nincs eszköze. A bizglicinát az egy nagyon jól hasznosuló minőségi magnézium fajta, úgyhogy nincs ilyen abszolút. Na, nincs. Szuper. Mindegy, hogy melyiket választja ember, szóval kell a multivitamin mellé magnézium, C-vitamin, omega-3, főleg annak, aki nem eszik rendszeresen zsíros hidegvízi halat, illetve a Q10-et, azt mindig mondom, hogy nagyon fontos a Q10 pótlása. Ugye a női hormonrendszer, illetve szív- és érrendszeri betegség minden miatt. Ugye ezek az alap dolgok, ami mindenkinek kell. Ugye a D-vitamint szokták kérdezni, a D-vitamin nagyon fontos, de az benne van a jól hasznosuló a multivitaminban, benne van egy D-vitamin, szóval azt már külön nem kell mellé pótolni. Ó, én még azt szedek külön, a Gál multi mellett. Mennyit szedsz belőle, tudod? Hány nemzet? Mert ugye szerintem, a Gál multiban bele van 4000 nemzetközi értség. 2000. Az, akkor ez egy 6000 nemzetközi értség, azzal még nem lesz probléma. Jó. Azzal még nem lesz probléma, de 4000 nemzetközi értség, ami benne van a multivitaminban, az így bőven elég egyébként. Szóval sokan még azt se veszik be. Hát igen. De 6000-től nem lesz. Igen, meg csomóan azt mondják, hogy én nem tudok lenyelni ennyi bogyót. De le tudod. Hát de milyen kaját le tudod nyelni, mert ki az lecsúszik, hagyjuk. De amúgy a legtöbb vitaminból, jó multiból, nem, de C-vitaminból, magnéziumból találsz olyat, ami porállagú. Igen, az meg a másik. Vagy ha valaki nem tudja tényleg lenyelni, akkor szedje szét a kapszulát, és úgy nem tudom, megye meg. Hogy meg lehet oda. Eleinte nekem is tök fura volt így, mikor elkezdtem erre tudatosan odafigyelni, mert nekem is nagyon sok problémám volt ezzel, és nekem a Gazdag Tündi barátnőm segített, mert tényleg minden rossz volt. Puffadtam.
az arcbőröm kegyetlen rossz állapotban volt, rossz közérzet, rossz emésztés, nem megy le a súlyom, semmi nem működött, és éreztem, hogy egyszerűen nem működik a szervezetem. És ebből fakadóan kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy valamit csináljunk, mert már mindent kiiktattam kaja szempontjából, és nulla vitamint szedtem. Nulla vitamint, igen. Én okos, és akkor elkezdtem erre figyelni, és basszus, tényleg olyan szinten elkezdett megoldódni, hogy így ég és bizony, föld lett a annyira különbség. Másképp működik a szervezet tényleg. Igen. Szóval annyira alapdolognak kellene lenni, hogy mindenki szedjen vitaminokat, és nem csak időszakosan, hanem mindig. D-vitamint is mindig, nem csak akkor, mikor nincs napsütés, mindig. Igen. És nekem is eleinte tök nehéz volt, hogy elkezdtem itt tudatosan odafigyelni, a Tündi így felírt nekem 10 féle vitamint, na mondom, köszi, akkor ez nagyon jó lesz, és így egyesével vettem be. Igen, most meg igen. Már a 10-et is le tudok egyonyálni, szóval vele én is, bizony, hozzá bizony. Kell szokni. Úgyhogy ezek ilyen alapdolgok, ezeket mondanám tényleg. Igen, akkor a vitaminokat is letudtuk, és akkor ezen kívül van-e még valami, ami... Hát nyilván most az, hogy tudod, hogy sportoljon valaki, mozgás is vigyen be az életébe. Az, hogy most ez milyen mozgás, az teljesen mindegy, csak valaki mozogjon, az, hogy sétál, túrázik, biciklizik, vagy konditerembe, tök mindegy, csak valamit csinálsz. Ezek az alapvető dolgok. Illetve, bocs, ki kell térni arra is, hogy ugye az alvás is legyen menedzselve. Nem az, hogy lefekszel az ágyba, és akkor nyomod a telefonodat elalvás közben, vagy nézed a tévét, ezek olyan ingerek a szervezetednek, stresszt okoznak. Szóval este a kortizol szintedet, ugye a stressz hormonodat, ezek felnyomják az egekbe. Nem fogsz tudni elaludni, rosszul alszol, felébredsz az éjszaka, szóval, hogy ezek olyan dolgok, hogy rengeteg dologra hatással vannak, és nem is gondolná az ember. Igen. Úgyhogy az alvást is nagyon jól kell tudni menedzselni. Tényleg ezt mondanám, hogy a kaja, a sport, a vitaminok és az alvás menedzsment, stresszmenedzsmenttel karöltve. Így van. Na és akkor mi van, hogyha valakinek ezek sem segítenek? Van olyan, hogy ezek sem hozzák az eredményt? Nem, nincs sem. Aki velem, meg nem csak velem, aki egy jó szakemberrel, és kevés van belőle, elkezd dolgozni, és ezeket tartja, akkor... És ténylegesen tartja, nem tényleg, csak azt mondja. Így, én azt látom, tudod rögtön, mert laborból visszaszoktam mérni az embereket. Nincs az Isten, nem segít, de segít. Uh-huh. Minden segít. Na hát ez tök ez jó. Ez segít. Igen, csak akkor be kell tartani így mindent. Így van, igen. És arra kell figyelni, tudod, hogy ez életmóddá váljon valakinek, ne kényszer legyen, ne az, hogy akkor 6 hétig csinálom, hanem tényleg próbáld meg beiktatni, és tudatosan az életed részévé tenni. Uh-huh. És akkor te úgy csinálod, hogy például aki neked ír, vagy téged megkeres, gondolom instán tudnak megkeresni. Weboldalamon, álomalakéletmód.hu, persze. Anélkül ez már nem menne, szóval ezt ide most ki is írjuk, milyen weboldalnak? Álomalakéletmód.hu, ékezetek nélkül, álomalakéletmód.hu, és akkor ott a személyre szabott étkezési terv, illetve van egy életmódváltó programom, aminek a neve az Álomalak, ez már 2018 óta futsz nagyon régóta, így Magyarország első életmódváltó programjai között volt, és van a mai napig az enyém. Rengeteg sikertörténet, rengeteg átalakulás, és így havonta, két havonta induló programom, pont most fog majd indulni az 51. Úgyhogy igen, erre is lehet jelentkezni, úgyhogy meg lehet nézni az oldalon. Na és akkor, hogyha valaki jelentkezik hozzád, egyszer kap egy étrendet, vagy te folyamatosan tartod vele a kapcsolatot, és követed a folyamatot? Nekünk 6 hetes az együttműködésünk, a 6 hét alatt, hogyha hormonális problémája van valakinek, akkor ebbe tartozik 2 darab online konzultáció, illetve nyilván folyamatosan tartjuk a 6 hét alatt a kapcsolatot. Onnantól kezdve, hogy elválunk, úgymond, és letelik a 6 hét, a vendég nyugodtan megkereshet engem, kérhet tanácsot, úgyhogy ugyanúgy segítek neki, de igazából 6 hét alatt megtanulja, mik azok a dolgok, amik neki kellenek, hogyan kell ennie, és onnantól kezdve nagyon vannak visszatérő vendégeim, de én 6 hét alatt arra törekszem, hogy megtanítsak nekik mindent, és mindig új vendégek jönnek. Igen, szerintem is az a fontos, hogy megtanítsuk, ne csak odaadsz készen egy 3 étkezés, igen, és szavaz, hanem legyen valami tanulja tudás meg, is mikor, mögötte. Mi tehet, mi az, ami nem szerencsés, mit kell kihagynia. Igen, mit, hogyan, mikor. Igen, és általában ez sikerül is, és megtanulják. Tök jó, és van olyan, akinél mondjuk a 6 hét alatt nem sikerül megoldani, akkor mit csinálsz? A hormonális problémát? Uh-huh. Hát a 6 hét, tudod, az a 6 hét alatt most ez arra elég, hogy elindulj egy úton. Szóval 6 hét alatt semmi nem fog megoldódni, úgymond, mert maga a hormonális probléma, vagy maga a hízás sem 6 hét alatt alakult ki, hanem ez egy hosszú folyamat. Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyjából 1,5 év múlva kell elmenni újra a laborba, és megnézni az eredményeket. Ha valaki tartja tudatosan, akkor azok ott javulni fognak. A pajzsmirigy alulműködésből ki lehet teljesen gyógyulni? Pajzsmirigy alulműködésből ki lehet gyógyulni, abszolút ki lehet belőle gyógyulni, tudnak javulni az értékek, tünetmentessé tudsz válni, viszont ugye a pajzsmirigy alulműködésnek úgymond
van még egy formája, ez az autoimmun pajzsmirigy gyulladás, más néven Hashimoto, ugye ez egy autoimmun kondíció, ami gyógyíthatatlan, és sajnos azzal együtt kell tudni élni, viszont tudatos protokollal, kajával, amikről eddig beszéltem, vitaminokkal, stb., a tünetek enyhíthetőek, kordában tarthatóak, és az értékek is javíthatóak. Uh-huh. Szóval értem. Igen. És ugye a pajzsmiriggyel, vagy pajzsmirigy alulműködéssel sokszor egybe függ, vagy így összekapcsolódik az inzulin rezisztencia. Igen. Erről is mesélsz picit, hogy az minek a következménye, és hogyan lehet kezelni. Kettő fajta inzulin rezisztenciáról tudunk beszélni. Van a patológiai inzulin rezisztencia, amit tipikusan a rossz életmód alakít ki. Nem sportol, rosszul kajál, ennyi, nem kell túlmagyarázni, és van a pszichológiai inzulin rezisztencia, amit a tartós krónikus stressz okoz, és szinte az összes versenyzőnél ez van. Hello. Úgyhogy tévhit az, hogy csak a túlsúlyos ember lehet inzulinrezisztens, ez nincs így, nagyon sok csontvékony, sportoló inzulinrezisztens vendégem van. Igen, én is az vagyok. És tényleg? Persze. Na tessék. És egy csomószor kapom üzenetbe, így ugye keresnek emberek, hogy ő nem tud lefogyni, mert inzulinrezisztenciája van, és így mondom neki, hogy nekem is. Na tessék. És na tessék. Mégis életben vagyok, és mégis ki tudom hozni a versenyformát, és tudom így alakítani van a testemet, csak sokkal drasztikus, én így azt tapasztalom, hogy sokkal drasztikusabb kalóriadeficit kell, drasztikusabb edzések, minden, és mindenre sokkal jobban oda kell figyelni. Inzulin rezisztenciánál egyébként kulcsfontosságú az aerob jellegű mozgásnak a beiktatása, tényleg az, hogy tempós gyaloglás, lazakocogás, ezeknek nagyon központi szerepe van az IR megoldásában, illetve maga az életmód, ugye ott ez egy szénhidrát anyagcsere zavar, és nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan osztod el a szénhidrátokat a nap folyamán, tényleg, hogy este ne, vagy nem is az, hogy este, hanem tényleg legyen szénhidrát az étkezésedben. Nagyon sokan azt mondják tévesen, hogy ketogén diétával gyógyítható az inzulin rezisztencia, ez baromira nincsen így, el kell olvasni tudományos cikkeket, tudományos kutatásokat, és akkor rájön az ember, hogy nem, ketogén az erre nem oké, kell a szénhidrát, és ezek az alapelvek, amiket elmondtam neked, hogy ugye azokat az élelmiszereket is ki kell iktatni, amelyeknek magas az inzulin igénye, magas inzulin választ. Például ide tartozik a sárga burgonya, sokan nem tudják, a hüvelyesek, akkor a tejsavó fehérje például, az állati eredetű tejtermékek, úgyhogy ezeket is így ki kell szedni, vagy például a marhahús, a vöröshúsok. És ezeket így ki kell szedni. Igen, teljesen. Nekem például az is egy megoldásom volt, hogy ez picit jobb legyen, hogy ugye én érzékeny vagyok a tejre, majd mindjárt kitérünk az ételérzékenységekre okay, is, jó. Szóval a tejre érzékeny vagyok, emiatt én átértem a marha fehérjére, igen, gondolván, hogy az nekem nagyon-nagyon jó lesz, és kiderült, hogy nem. Nem jó. Az se lesz jó. Sokszor ezek ugye keresztreakcióba tudnak lépni, de leginkább egyébként az allergiánál szokott keresztreakció lépni, nem az intoleranciánál, de persze kivételek mindig vannak. Ez is attól függ, hogy milyen erős az intoleranciád. Igen. Na és akkor beszéljünk ezekről az intoleranciákról, hogy az ételintolerancia maga megszüntethető-e, mitől alakul ki, és hogyan kezeljük, ha egyáltalán lehet ezt kezelni valahogy? Az, hogy mitől alakul ki, ez a mai napi kérdéses. Szóval erre nincs egy ilyen fix válasz, hogy azért, mert kialakul. Az ember szervezete valamiért érzékenyen kezdi el őket kezelni az adott élelmiszereket, és egyébként az a tapasztalatom, hogy igen, ezek megszüntethetőek. Kell tartani egy eliminációs időszakot, amikor az adott élelmiszereket teljes mértékben kiiktatod az életedből. Ez minimum 3 hónap, de valakinél 6 hónap is. Nekem 6 hónap kellett. Addig semmit, ezeket nem eheted. Utána elkezdheted visszavezetni és próbálkozni. Elkezdhetsz próbálkozni ezekkel az élelmiszerekkel egyesével. Nem úgy, hogy akkor most mindent egyszer elkezdesz enni, amire intoleráns voltál. Igen. Ugye? Hanem mit tenni, tojásfehérjére intoleráns voltál, elkezded enni egy 4-5 napon keresztül, és figyeled a szervezetet. Puffadsz, hasmerésed van, székrekedésed. Ha nincs tüneted, hozhatod. Ha van tüneted, örökre kuka. Így. Igen, nekem is ez volt, hogy ugye nekem a tej is, a tojás is, és még a csirkét is ugye kijelezte, meg a pulykát is, nem mondom, ez nagyon jó lesz így. Mindent kiiktattam, és elkezdtem csak a csirkét, meg a tojást. A csirkétől semmi, a tojástól viszont tényleg? Egyből puffadás, igen, rosszul éreztem minden gatya, úgyhogy az nekem kuka. De van erre lehetőség, hogy az valaha próbálkozni kell vele, próbál. Akkor még tarts, nem tudom, egy 3 hónapot még pluszba toljár, és utána megint megpróbálhatod. És fokozatosan
kell, ugye? Igen, de tényleg arra figyelj, hogy ha vissza akarod vezetni, akkor egy tényleg egy 4-5 napon keresztül mindig edd. Edd minden akkor nap reggelire. Akkor is a szarról vagyok tőle? Ja, hát akkor nem. Ja, nem, ha azonnal rosszul vagy tőle, akkor nem, akkor tudod, hogy az úgy kukaszt, hogy akkor elengeded. Egyébként az ételintolerancia vizsgálatokkal is nagyon óvatosan kell bánni, mert még nincs teljesen tudományosan ez az egész történet megalapozva, hogy viszonylag új fogalmak ezek így a táplálkozás tudományban, és azt kell mondani, hogy ha valaki elmegy ételintolerancia vizsgálatra, én is elmentem, mert együtt dolgozom az egyik céggel, és kíváncsi voltam, hogy miket dob nálam ki, semmi panaszom az égvilágon tényleg, és nagyon sok dolgot bejelzett pirosan. Igen, nekem is vannak olyanok, amiket jelzett, de nincs tünet. És azért mondom, hogy ezeket nem kell azt, hogy most mindent is kiiktatsz, mert igen, nem életszerű. Tényleg azokat, amiknek nagyon erős, pozitív igen, az érték, hát azt nekem kiveszed. Konkrétan tényleg körülbelül a hal maradt egyedül, amire nem. Tehát, és minden, hallod, még az almát is kijelezte, a burgonya, mindent, amit, még a rizst is. Néztem, hogy... Nem szabad mindent kiiktatni, mert nem életszerű, hát tényleg, persze. Tényleg. Ezt saját magadon ki tudod tapasztalni, hogy mi az, ami igen, neked de akkor van rá esély, hogy abszolút, persze, elmúljon, persze. Csak kísérletezni így kell. Így van, így van. És türelmesnek lenni. Így van. És akkor még egy téma amúgy, nem tudom, ezt lehet nem beszéltük előre meg, hogy nem erre baj, beszélünk, nem baj. De a PCOS szintén egy nagyon gyakori probléma a nőknél. Nekem is. Neked is van. Igen. És hogy erről mit tudsz mondani? Mitől alakul ki? Hogyan lehet kezelni? A PCOS, ugye ez a policisztás ovárium szindróma, ez egy máig ismeretlen okok miatt kialakuló betegség. Nem tudják, ugye a PCOS, ott is van a betű a végén, hogy S, ez egy tünetegyüttes. Szóval nagyon sok tünettel járó hormonális probléma. Tipikus tünetei az aknék, ugye csúnya arcbőr, a szőrzet, különféle helyeken a testeden, mélyülőhang, igen, ahol nem kéne, mélyülőhang, súlygyarapodás, illetve a PCOS-nek tipikus tünete az inzulinrezisztencia. Szóval az IR tünete a PCOS-nek. Az esetek 80%-ában kéz a kézben jár, akinek van IR-je, van PCOS-e is, de nem mindig, illetve tipikusan tünete a rendszertelen vagy kimaradó menstruáció. Úgyhogy az, hogy miért alakul ki, nem tudjuk, viszont a kezelése szinte ugyanaz, mint az inzulinrezisztenciának, ezek az alapelvek, amiket elmondtam, ezek a dolgok, amiket ugye csinálni kell, és odafigyelni étkezésre. Én is ezt tapasztalom, hogy így, hogy ezekre nagyon tudatosan odafigyelek, sokat javult a helyzet. Így van. És viszont tényleg a nőgyógyász nem tud velem mit csinálni. Egyszer volt, hogy felírtak fogamzásgátlót. Tipikus, nem igen. Oldódik meg a probléma. Bizony, tudtam, hogy bizony. Ez így nem lesz jó. Így van. Majd felírtak egy merkformint, és így azt mondták, hogy akkor ezt életem végéig szedjem. Persze, az, ami az IR gyógyszer, ugye inzulinrezisztens, igen. És így néztem, gyógyszer. Hogy tessék? Igen. Na bizony. Az a baj, hogy mindent gyógyszerrel akarnak megoldani, és csak a tüneteket elnyomja, de semmit nem old meg. Uh-huh. Úgyhogy a tudatos életmód, a sport, a gluténkiktatás, tejtermékkiktatás, ezek nekem így a nagyon ilyen veszőparipáim, de akkor tényleg ez így működik. Ez akkor ennyi? Te teljesen gyógyszermentesen oldod meg ezeket. Nyilván, de az, hogy most valakinek kell egy gyógyszer, az egy orvosi koszt, orvos határozza meg, ez az orvos kompetencia. Én ebben nem szólok bele, hogy egy orvos azt mondja, neked kell gyógyszert szedned, akkor kell szedned, nem fogom azt mondani, ne szedd, azt az orvosoddal beszéled meg. Uh-huh. De én a természetes megoldások híve vagyok abszolút. Uh-huh. Így van, így van. Amúgy ezt még lehet fontos elmondani, hogy ugye doktor igen. Vagy, igen. Doktornő, de hogy, hogy nem orvos. Nem orvos, nem, hanem... jogász. És amúgy honnan jött neked a jogászat? Nem, unatkoztam, de egyébként angol tanári mesterképzésre jártam ide az ELTE-re Budapestre, és úgy voltam vele, hogy valamit még kéne csinálni, mert ez így kevés, és akkor összejöttem egy joghallgató fiúval, és mindig így mentünk a baráti társaságával ide-oda bulikázni, és olyan témákról beszélgettek, hogy nem tudtam hozzászólni, mondom, na, basszus. Beiratkozok a jogi egyetemre. Beiratkoztam, és elvégeztem. Hát ez könnyen. És akkor így lett meg a doktori címem, ráadásul cum laude minősítéssel, úgyhogy ilyen tényleg ilyen nagyon maximális vagyok minden területen az életbe. Úgyhogy nagyon jó. Így jött. Hát nem vagy semmi. Durva. Hát tényleg nagyon sok mindenről beszéltünk, és még az utolsó témánk, ami szerintem a hallgatókat is biztosan érdekli, hogy versenyzőknél a hormonális problémák mitől jelentkeznek, és hogyan lehet ezeket kezelni utólag. Ugye a versenydiéta azért több hónapon keresztül tartó nagyon drasztikus, kalória megvonós, tápanyaghiányos étkezés. Szerintem egy egészséges étkezés, ezt mindenki tudja. Óriási. Igen, és csomóan, bocsi, azt mondják, hogy én miért hirdetem azt, hogy egészséges életmódot, miért hirdetek én egészséges életmódot? Bocsi, de én soha, a versenydiéta az soha nincs közel az egészséges életmódhoz. Így van, minden csak nem egészséges életmód. Igen, főleg nem úgy, ahogy nekem szüksége van a szervezetemnek a megszorításokra. Ez egy óriási stresszfaktor a szervezetnek.
és a stressz az egy olyan dolog, ami mindenre is befolyással van. Szóval ez az, ami okozza. Ugye stresszként ha ilyenkor már a szervezetre az, hogy 7-ből 6 napot, vagy 7-ből 7 napot edzel, kardiózol, nem eszel rakat, csomó kaját, nem semmit. Eszel, kimarad csomó tápanyag az étkezés, és ez stresszként, tehát a szervezet és a stressz berobbantja a hormonrendszert. Jönnek a menstruációs gondok, ha nem jön vissza a mens, de a pajzsmirigyet berobban, mint a dominó. Minden összefügg. Tartós krónikus stressz, ennyi. Ez az, ami okozza. Igen, és nekem amúgy erre is vezethető vissza a PCOS-em, mint kiderült több nőgyógyász által is, hogy nekem ez már ilyen 13-4 éves korom óta tart ez a PCOS probléma, és ez azzal köthető össze, hogy nekem akkor kezdődött nagyon erőteljesen a versenytáncos élsportolói létem, és onnantól napi két edzés, minden hétvégén verseny, és mellette gimi, érettségi, minden, és ez olyan szinten tönkretette a mindent elhiszem, bennem, igen. Hogy ott borult. Majd ha vége a versenydétednak, akkor írjál rám, és akkor segítek neked, mert vannak ilyen kis gyógynövény dolgok, amik ezt nagyon szépen helyre tudom neked tenni. Hát remélem. Majd szóljál, és akkor segítek, de versenyidőszakban így nem. Szóval akkor versenyidőszakban ezt nem lehet? Hát lehet, de most, ha tényleg rendesen versenydétezol, már pedig azt csinálod, akkor hiába adok neked ilyen gyógynövényeket, nem az lesz a célunk, hogy a menstruációdat visszahozzuk. Persze. Mert versenyzés az a menstruáció hiányával jár, akkor jó a forma, nincs menstruáció. Ha versenynapján menstruálsz, be fogsz vizesedni, és ugye most majd nem utána. Az a cél. Nem az a cél, ugye majd utána. Na és akkor mitől alakul ki ugye a stressz, és így még van lehet mások? Stressz, kalória megvonás, kalória deficit. Meg az alacsony testzsír százalékot szokták még mondani. Így van, meg ugye az, hogy a versenyzők versenyfelkészülés után elkezdenek mindent zabálni. És ez is egy óriási stressz a szervezetnek, szóval tényleg mindent a stresszre tudok visszavezetni. Uh-huh. Igen. Szóval nem is az, hogy alacsony a testzsír százalék, utána ugye hirtelen a szervezeted mindent magába vonz. Szóval megeszel... Szivacs. Igen, megeszel egy almát, azt is raktározza a szervezeted. Azt se tudja, hogy mi van. Nem érti, hogy mi van. Most 12 hétig kalória megvonáson voltál, és most mindent teszel. Igen. És ezért. És tényleg minden a stresszre vezethető vissza a versenyidőszakba. És rengeteg versenyző vendégem van, akinek nincs mensie, meg minden baja van. Hát ez durva. És akkor a versenyszezon után hogyan tudod ezt helyreállítani, helyrehozni, és orvosolni az okozott károkat? Elkezdjük szépen a kaját helyre rakni, fokozatosan mindent visszavezetni, kalóriákat megemelni, makrókat megemelni, fokozatosan ez nagyon fontos, és így. Vitaminok, ásványanyagok, szükség esetén gyógynövények, úgyhogy ennyi a kulcs, nincs ebben semmi mágia, semmi varázslat. Igen, mindenki picit bonyolultabbnak képzeli, de mégis tényleg minden a táplálkozás, a mozgás, minden, a vitaminokon. Minden. És tényleg azt mondom, hogy minden betegség alapja a táplálkozás. Beszélhetünk ilyen komoly betegségekről, mint rák, vagy a szklerózis multiplex. Ez sajnos nagyon sok embert érint a szklerózis multiplex, és ezeknél is a kaja, ez egy alapvető dolog, hogy jó, helyre legyen rakva a kajád. Uh-huh. Mindenhol az alap. És ha az rendben van, akkor kisebb az esély. Így van. Igen. Károkra. Bizony. Hát reméljük, hogy tudjuk inspirálni a hallgatókat is, hogy figyeljenek oda ezekre a dolgokra, mert tényleg szerintem nagyon hasznos infókat mondtál el, és örülök. Én is sokat tanultam, és meg foglak keresni, biztos vagyok benne. Jól van, szuper, várom, és nagyon sok sikert a versenyzésre. Hát köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttél, és a követőknek és hallgatóknak pedig köszönjük, hogy végighallgatták, hogyha szeretnétek, vagy van ilyesmi problémátok, akkor nyugodtan keressétek van, Csillát, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!